A 7-0-ás győzelemmel ért véget a Soproni VS Egyesek Tatabányi FC Liga Kupa mérkőzés. Először a vendégek részéről kérném Mozsik Péter vezetőedzőt értékelje a mai találkozót. A mérkőzés az nagyjából úgy nézett ki, mint a múlt heti, azzal a különbséggel, mert a Sopron azért most kegyetlenül beverte a lehetőségeit, tehát Supi szerintem elégedett lehetően a helyet, hogy az menesük javult. Viccet félretéve, hát nem voltak különösebben nagy céljaink ezzel a mérkőzéssel. Lehetett látni az összeállításunkból is múlt héten és ezen a héten is, hogy gyakorlatilag a fiatalok kaptak többségében a fiatalok kaptak lehetőséget. Ráadásul az, hogy 17. életét még be nem töltött kapusunk volt. Jó edzőmeccs volt ez a mi részünkről, egy nyilván sokkal erőteljesebben jobban futballozó csapattól kaptunk ki. A gólarányt azt egy kicsit fájlalom, de hát ebben a mai estében ez benne volt. Attila, mi részünkről te hogy látod, mindenképp elmondhatod rá, hogy egy önbizalom nevelő győzelem volt a fiúknak? A mérkőzés előtt azt mondtam a csapatnak, ugye a múlt héten is, ugye Péter is mondta, fiatal csapattal játszottak, most is fiatal csapattal, hogy próbáljuk meg azt a maradék kis önbizalmunkat visszaszerezni, mint ami még megmaradt az elmúlt mérkőzések után, és próbáljuk meg találni, próbáljuk meg egy olyan meccset csinálni, ahol mernek futballozni, és megpróbáljuk használni azokat az ígyszereket, amik még adódnak előttünk, mert ebben nagyon nagy problémánk volt az elmúlt időszakban. És hát nagyon bízom benne, hogy a hétvégére azért maradt a csapatban annyi, hogy most már hazai környezetben eredményesek tudjunk lenni, mert nagyon-nagyon kellene egy gyógyíró csapatnak az elmúlt időszak után ahhoz, hogy tényleg továbbra is azokat a célokat, amiket kitűztünk, hogy a biztos bennmaradás meg legyen, ez nagyon fontos az, hogy most már a pontokat elkezdjük gyűjteni.